Tartok is tőle, hogy rányomja a mérkőzésre a bélyegét a csapatok, aki mindkét csapatot irányította. Talán még azt is mondhatom, a magyaroknak még többet jelent, hiszen sok válogatott játékos van, akikkel szintén dolgozott együtt, úgyhogy ez lelkileg biztosan egy nagyon megviselő dolog lesz. Én is így gondolom, hogy talán az a csapat fog jobban kijönni ebből a lelki traumából, amelyik gyorsabban túlteszi magát ezen, mert én úgy tudom, hogy a keddi temetésre nagyon kevesen tudnak elmenni ilyen-olyan okokból Magyarországról, úgyhogy igazából a tényleges megemlékezés az mérkőzés előtt fog megtörténni magyar részről, úgyhogy biztos, hogy nagyon nehéz lesz az első 10 perc, amíg a feladatukra tudnak koncentrálni a játékosok. Mind a két csapat természetesen Kyle Erikson emlékének is szenteli ezt a mérkőzést. Ugye a Győr nem lépett pályára azóta, amióta elhunyt a korábbi vezetőedző. Ugye azóta eltelt 6 nap, talán egy picit, hát a lelkek egy picit talán gyógyulhattak, de azért itt nyilván most itt ezek a percek, amik itt a mérkőzés előtt következnek, ugye a norvégok azt mondták, úgy vezetik majd fel a mérkőzést, hogy képeket lehet látni Kyle Erikson korábbi pályafutásáról, szóval azért ezek igen komolyan feltépik itt a sebeket, azt hiszem. Sőt, egy győri barátom mondta, hogy az sem kizárt, hogy a játékosok, akik azért kapcsolatban voltak Bönnel, már az előző mérkőzésükön, amikor nem sikerült nagyon jól játszaniuk, már akkor tudták, hogy nagyon nagy a baj, és ez is esetleg hatással volt a játékukra, hát akkor ez azt is jelenti, hogy most meg aztán még jobban, ahogy te is mondtad, feltépi a sebeket ez a dolog. Az nyerheti ezt a mérkőzést, aki hamarabb túl tudja magát tenni ezen, már amennyire lehet? Hát egészen biztos vagyok benne. A nőkről azért tudjuk, hogy sokkal lelkisebbek, mint a férfiak, sokkal nehezebben tudnak rákoncentrálni ilyenkor a feladatra, és hát ilyen tragédiára nem lehet felkészülni. Tudtuk, hogy halálos beteg, sajnos a Kyle Erikson, és vártuk is, hogy valamikor sajnos ez be fog következni, de igazán rákészülni soha nem lehet ilyen tragédiára, úgyhogy biztos, hogy a női lelkeket ez rettenetesen megviseli. Kyle Erikson ugye a magyar válogatott a 3. helyen végzett a 2012-es Európa-bajnokságon, de a Larvikkal is nagyon szép sikereket ért el. Gyakorlatilag ő tette le ennek a mostani csapatnak az alapjait, és hát a Győrrel is bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe, úgyhogy nem véletlenül emlékszik rá a norvég és a magyar kézilabda is, és majd ez a két csapat is itt a találkozó előtt. De akkor nézzük, hogy a magyar csapatjátékosai hogyan készültek erre a mérkőzésre. De a Győr 23-23-as döntetlent játszott az első fordulóban idehaza a Buducnost ellen, a Larvik viszont 6 gólos vereséget szenvedett a Ljubljana otthonában. Hát nézzük akkor, hogy a miénk hogyan készülnek most. Elégedetlen győriek és örömtáncot járó montenegróiak. Zsinórban 18 megnyert BL csoportmeccs után a 19. pontot vesztett az Eto a középdöntő első mérkőzésén a Buducnost ellen. Nem értek egyet ezzel, mi nem vesztettünk, hanem nyertünk egy pontot ezen a mérkőzésen. Ez az Ambrose Martin féle pozitív gondolkodás, és valljuk be, igaza van, a meccsképe alapján örülhetett a döntetlennek a BL címvédő. Elégedett vagyok a döntetlennel, mert nem a megszokott módon játszottunk, mert a csapat nagy része velem együtt valamiért nem teljesített úgy, ahogy az elvárható. Természetesen szerettünk volna nyerni, de csak magamat tudom ismételni. Nem a legjobb meccsünket játszottuk, de közepes játékkal szereztünk egy pontot. Furcsa azt mondani, hogy hazai pályán nyertünk egy pontot, de sajnos igen. Nagyon-nagyon első mérkőzés volt, és nagyon-nagyon nem úgy játszottunk, ahogy mi elterveztük. Egész héten én úgy gondolom, hogy nagyon jó formában volt a csapat. Talán az lehet az oka, hogy az első BL mérkőzés ugye új csarnokban, legalábbis bízom benne, mert az edzéseken a mutatott formánk az elég jó. Soha nem vagyok elégedett, ha nem nyerünk, de szerintem örülhetünk ennek az egy pontnak is, amit megszereztünk, mert kemény meccs volt, mi pedig nem játszottunk valami jól. De ezzel már nem tudunk mit kezdeni, tanulnunk kell belőle. A következő mérkőzés, a Larvik elleni viszont nagyon fontos lesz, úgyhogy ott már kell a két pont. Amit Larvikból elhozni sem lesz könnyű, hiszen a norvégok sima 6 gólos vereséget szenvedtek a Krim Ljubljana otthonában, így számukra is legalább annyira fontos lenne a győzelem. A tavalyi szezonban 4-szer győzte le az Eto a Larvikot, de már mindenki megtanulta a leckét Ambrose Martintól, a múltat el kell felejteni. Csak erre az évre, és csak a következő meccsre kell fókuszálnunk. Talán az egyetlen csapat, amely nem felejti el könnyen az előző szezont, az éppen a Larvik. Tavaly játszottak ellenünk 4 meccset, és nem tudtak megverni minket. Ez nyomás lehet számukra.
Heidi Löcke számára már nem olyan különleges, hogy korábbi klubja ellen lép pályára, sokkal inkább az, hogy testvérével, Lizével fog farkas szemet nézni. Alig várom, hogy pályára léphessek a testvérem ellen. Ő a Larvik beállósa, és így, hogy Blanco megsérült, így talán többet fog játszani. Úgyhogy ez egy nagyon vicces harc lehet. Hát kérdés, hogy ki nevet majd a végén. Ugye igen, csak összekuszálódtak a szálak itt a csoporton belül. Az első fordulóban gyakorlatilag egyik csapattól sem azt kaptuk, amire számítottunk. Itt most az a két csapat játszik egymással, amely talán negatív értelemben lepődhetett meg saját magán, hiszen a Győr is kevesebbet teljesített, mint amit megszokhattunk tőle, illetve hát arra sem lehetett számítani, hogy ez a Larvik ez vereséget szenved, pláne 6 gólosat ugye az anyagi gondokkal küzdő Ljubljana otthonában. Azt hiszem, hogy viszont az nem kérdés, hogy az előző fordulóra melyik csapat építhet talán jobban. Igen, mind a két csapat nagyot hibázott. Az első fordulónak a legnagyobb meglepetése szerintem nem is a hazai pontvesztése volt a Győrnek, hanem inkább a 6 gólos vereség a Larviknak Ljubljanában. Ezért dupla fontosságú ez a mostani mérkőzés, mert aki itt kikap, az olyan lépés hátrányba kerül, amit én úgy gondolom, hogy nem tud felhozni, és nem fogja elérni az első két hely valamelyikét, ami kellene a továbbjutáshoz, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezekből a szituációkból a Győr eddig nagyon jól kijött, úgyhogy azt várom, hogy a mai napon eredményesebb lesz sokkal, mint egy héttel ezelőtt, és simán nyerje a mérkőzést. Ugye Ambrose Martin nem veszítettünk, hanem szereztünk egy pontot típusú pozitív gondolkodása, az mindenképpen előre vívő lehet. Mondjuk pozitív gondolkodásban azért az északiakat általában nehéz felülmúlni, de most úgy tűnik, hogy ez a Larvik ez valahol megrekedt, nem? Kicsit ugyanaz, kicsit mintha ez a csapat még tényleg az lenne, amelynek az alapjait lerakta Carl Erik Boehn, és Gyökeres azokhoz a játékosokhoz ragaszkodik. Igen, az egészen biztos, hogy óriási meglepetés volt, hogy ráadásul elég simán kikaptak Ljubljanában, de hát ez a csapat azért még mindig nagyon erős, azt azért ne felejtsük el, hogy a tavalyi BL győztesről beszélünk, amelyik Veszprémben például kis hiány győzni is tudott. És hogy ennek a mérkőzésnek a fontossága az biztos, hogy óriási, de az első forduló szerintem pont azt mutatta meg, hogy itt soha nem szabad kimondani azt, hogy ez eldőlt, vagy az eldőlt, mert olyan fordulatok vannak benne még, hogy látjuk, hogy a Ljubljanát se lehet leírni, ugye a Buducs azt idegenben nem villogott, most nagyon jól játszott Győrbe, úgyhogy itt tényleg gyűlöm az ilyeneket, de azt kell mondom, hogy bármi lehet, igen. Miben kell elsősorban, hogyha a játékot nézzük, akkor előre lépnie a Győrnek a Buducs meccshez képest? Én úgy gondolom, hogy a védekezés kapus teljesítmény az viszonylag elfogadható volt a Győrben. Én a támadójátékban láttam a legnagyobb problémát, és attól várok nagy előrelépést, hogy taktikai fegyelem terén előrébb lépnek a játékosok, és helyzetig játsszák azokat a taktikai elemeket, amit egész héten gyakorolnak. Mert a Buducs ellen azt éreztem, hogy bizonytalan volt a Győr játéka, és nem tudták úgy végigjáratni a helyzetig a labdát, ahogy eddig megszoktuk tőlük, és ezért ilyen 50-60%-os helyzeteket vállaltak el, és nagyon sok technikai hibát csináltak. Úgyhogy ha ebből csak 10-15%-ot javulunk, az hatalmas pozitívum lenne a mérkőzés végkimenetre szempontjából. Megérzések? Így a meccs előtt? Nyerni fog a Győr, azt nem merném megtippelni. Vagy most azt kell megtippelni? Nem. Nem. Szerintem nyerni fog a Győr. Én is úgy gondolom, hogy 5 gól fölött fog nyerni. Hát az előző évben 4-ből 4-szer győzte le a Győr a Larvikot, hogy sikerül-e zsinórban 5-5-ször is a győzelem, azt mindjárt meglátjuk. Egri Viktor kommentálásában figyelhetik a mérkőzést, jó szórakozást hozzá! Emlékezés és küzdelem a könnyebb folytatásért. Jó estét kívánok! Ezekről szól majd a Larvik-Győri Audi Eto mérkőzés a középdöntőben a női kézilabda bajnokok ligájában. És hát a megemlékezés az már gyakorlatilag megkezdődött, csak most félbeszakították a játékosok bemutatásával, de a helyszínen már egy 2 perces filmet levetítettek Carl Erik Boehnről, a közönség pedig az elhunyt tréner nevét skandálta, magyarok és norvégok együtt. A filmből egyébként önök is láthattak részlet. A stúdió beszélgetés alatt. Gyorsabbak, ezt már megszokhattuk, és ez így lesz a találkozó alatt is. Ez komoly támaszt jelenthet az együttesnek majd, főleg ebben a helyzetben, amely, ahogy Görbic Anita a meccs előtti interjúban is hangsúlyozta, érzelmi szempontból sem könnyű. Igaz, egyik félnek sem, de aki ebből a gödörből könnyebben ki tud kapaszkodni, és kilát
az lépéselőnybe kerülhet. Elsősorban talán a Larvik szempontjából sorsdöntő ez a találkozó, mert egy hazai vereséggel azok után, hogy ugye a Krim Ljubljana ellen is kikapott, nagyon nehéz helyzetbe kerülhet, de most gyászszünetet tartanak. Ord blir fattige når vi skal forsøke å beskrive hva Karl-Erik har betydd for Larvik håndballklubb, for håndball-Norge og til sist våre håndballvenner fra Ungarn. I Larvik var han trener gjennom nesten 10 år. I en virkelig storhetstid i klubbens historie. Karl-Erik opplevde aldri å lede klubben til tap i norsk seriespill. Men han var utrolig urolig for det. Kanskje det var derfor han alltid hadde gjort hjemmeleksa bedre enn alle andre. For all fremtid ble også hans navn stå risset i Champions League-troféet Larvik hentet hjem i 2011. I Ungarn førte han landslaget til en etterlengtet medalje i Europamesterskapet i 2012, og visste at han var en kapasitet langt utover Norges grenser. Karl-Eriks prestasjoner som spiller og trener vil stå i historiebøkene for all fremtid. Karl-Erik som medmenneske vil vi ta med oss i våre hjerter. Hans evne til å løfte fram den enkelte, tilstedeværelsen, engasjementet og ydmykheten. De lune kommentarene, ikke uten snert, og den kompromissløse søken etter forbedring og utvikling. Det tar vi med i våre hjerter. Vi kunne ha våre uenigheter, og det hadde vi. Men vi overskygget aldri de grunnleggende og gode relasjonene. Nå er Karl-Erik borte. Han valgte en åpenhet om sin sykdom som er typisk for Karl-Erik. Selv mot slutten av livet fremhevet han andre og kjempet for eget liv. Kampen var ikke over før det ble blåst i fløyta. Han kjempet til det siste. Og i takknemlighet og respekt for Karl-Erik og alt han ga oss, vil vi hedre hans minne med 1 minutts stillhet. Fred over Karl-Eriks minne. Karl-Erik Böhnre emlékezett egy barátja. Karl-Erik Böhn jövő hét pénteken lett volna 49 éves, ehelyett kedden temetik. És hát nem tökéletes a norvégságom, de annyit értettem, hogy a magyarországi időszakáról is megemlékezett beszédében a barát. És csak azért, hogy lássuk, hogy mennyire kötődött a mostani két szereplő klubhoz. 2002-től 2011-ig a Larvik edzője volt, 2005-től mint vezető tréner. És ugye a 2011-12-es szezon második felében irányította a győri csapatot, a válogatott kapitánysága pedig halálával ért véget. Nå kan vi høre om
Kellerik kollégája is megszólalt, sőt még beszél is. A magyar válogatottnál is tagja volt a videó szekciónak. És most próbálja meccs hangulatba hozni a közönséget. Talán ezzel sem lesz gond. Most már a norvégok mosolyognak, reméljük, hogy a magyar játékosok is túlteszik majd ezen a sokkon magukat, de semmiképpen nem lesz könnyű. Itt látjuk a Larvik névsorát, ugye Blanco megsérült, a hírek szerint 3 hetet legalább ki kell hagynia, ami mondjuk ahhoz képest, amit sejteni lehetett, nem is olyan óriási nagy sérülés, hiszen ebben egy komolyabb válszakadás is benne lehetett volna. És hát rajta kívül Thea Mörk hiányzik még, úgyhogy a bal szélen sem a legerősebb játékos szerepel majd az együttesben. Itt van Ole Gustav Gjekstad, aki irányítja a csapatot, Thor Oldvar Mön a segítője, aki ugye még Karl Erik Bönnel együtt is dirigálta a Larvik csapatát. Itt pedig a győri Audi Eto KC. A szokásos névsorra Szepesi Ivett ugye a térsérülése miatt nem lehet itt az együttesben. A többiek egészségesek, és reméljük, hogy legalább olyan jó teljesítményt nyújtanak majd, mint az előző szezonban, amikor Norvégiában játszottak. Ugye mind a kétszer nyert a magyar csapat, és most már ezzel 3 vereség mellett 4 győzelme van idegenben a Larvik ellen, és ezt nagyon kevés klub mondhatja el a világon, hogy pozitív a mérlege Norvégiában. Itt Ambrosz Martin, és ugyan láttuk, hogy valószínűleg a himnuszt éneklik a szurkolók, de ebből semmit nem hallunk. Így pedig nem is javaslom, hogy hallgassuk meg. A játékosok viszont hallják. A szurkolók egyébként Karl Erik Bön otthonához, korábbi otthonához is ellátogattak, és ott is elénekelték a himnuszt. Leganger Achilles sérülés után a középdöntő első meccsén már védett, elnyűhetetlen pedig úgy volt, ugye, hogy a BL döntő lesz az utolsó megméretése kézilabda kapusként, aztán mégis a folytatás mellett döntött. Itt a két Lőke, Lize Lőke és Heidi Lőke. Heidi egy picit idősebb is, és kétségtelenül a jobb játékos. Egyébként az Östlands Posten kettőjükről közös képsorozatot közölt, és itt pedig az édesapa, Ant Lőke. Ő nem szerepelt a képeken, és egy félig Larvik, félig Győr mezben feszít. Hát kicsit szomorkásan tapasztalom, hogy azon az oldalon a szíve van, ott a Larvik mez feszült. A játékvezetők Pajic és Mozorinski Szerbiából többnyire férfi meccseket vezetnek az utóbbi időben, de hát U19-es norvég-magyar női EB meccset fújtak évekkel ezelőtt például, az döntetlennel végződött, a mostaniak közül Nora Mörk, Kovacsics és Hornyák Dóra is játszott. Feketében a győri csapat, ezzel is emlékezvén Karl Erik Bönre, a Larviknál pedig egy fekete gyászszallag jelzi, hogy ők is gondolnak a korábbi edzőre. A hazaiak kezdték a meccset. Hammerzeng, Nora Mörk, Rigelőt. Nora Mörk fel Lunde feje fölé. Lundinak nem igazán ment a játék a Buducnost ellen. Elsősorban szélről véd egy gyengén. Bulatovicsot megfogják, Orbán teszi vissza. Görbic, Amorim, Lőke és Kovacsics a pályán még. Görbic, Bulatovics, Orbán. Nem volt megint hely. Jeanette Christiansen jól zárt ki, és megvan a labda a Larviknak. Hammerzeng. Lövőhelyzet, de egy igen gyenge kísérlet. Szerencsére Stange próbálkozott. Méterrel a kapu fölé. Bulatovics, Amorim. Eztán végig lehetne vinni. Breivánk fogja. Blanco védekezésben is fontos ember a Larvik csapatában. Arról nem beszélve, hogy nemzetközi tapasztalattal rendelkező beállója támadásban gyakorlatilag nincsen rajta kívül a Larviknak. Úgyhogy ez komoly hátrány a norvégoknak. Nora Mörk Amorimra lép ki, bent ragadt védekezésben. Szól a síp. Lőkével bántak nem éppen kesztyűs kézzel. Amorim.
Löke, megint fogják, egyszerre hárman rontottak rá. Nora Mör kap sárga lapot. Ő szerezte a meccs eddigi egyetlen gólját, és az előző BL finálé első meccsén kettő esztendő után szerzett ismételten BL gólt. Ilyen hosszú ideig volt sérült. A visszavágó pedig már kifejezetten jól játszott a Veszprém arénában. Görbic. A bejátszás nem jó. Lőkére nagyon fognak figyelni. Nora Mörk, Kovacsics visszaér, igelőt. 2-0. Lunde feje fölé, feje mellé. És egy kicsit a fejére. Lunde nagyon félti a kobakját, ami nem lehet csodát részről van szó. De mintha a Buducsasz játékos, aki szándékosan lőttek volna a feje környékére. Nem lenne jó, hogyha rájönnének, hogy ezen a ponton, vagy e körül sebezhető Lunde. Most el is találta a labda. Itt pedig a testvér, nemhogy testvér, Iker testvér, ő teljesen győri mezben. Ugye egy nagyszerű norvég válogatott játékosról van szó, Christine Lunde esetében is. Nem kezdte jól a meccset a győri csapat. És majd meglátjuk, hogy a támadó játék a továbbiakban is ennyire akadozó lesz-e. Orbán Bulatovic, Görbic. Nora Mörk nem hogy bent ragadt, hanem egész pontosan egy kilépő 5-1-es védekezést játszanak. Amorimot akarják kivenni, hát Hammerzeng is megtette a magáét, rávetette magát. Amerikai focis védekezés volt. És hát láttuk a Buducsnoszt találkozón, hogy nem igazán fekszik ez a fajta kemény védekezés a magyar csapatnak. A norvégok azt találták ki, hogy ők is montenegróiak lesznek, az kellemetlen. Már még nagyon agresszíven védekeznek. Eddig Stange is kilépett Bulatovicsra. Görbic becselezne, Nora Mörk fogja. Amorim bele a blokkba, Hammerzeng rendkívül élesen kezdi a Larvika meccset, és ráadásul egy taktikai meglepetése, Bulatovics gyenge lövése, Leganger fogja, Nora Mörk és Breivang. Régelőt, szép csellel, 3-0. Ő is felfele lövi, ez is tudatosnak tűnik, és egyelőre lendületben a hazai csapat. Régelőtnek a második gólja volt, hiába írták ki, hogy egy lövésből egy gól. Görbic, Amorim, ezt most belövi. Megint hárman fogták, és szemmel látható, hogy úgy érzik, hogy a Győr átlövő játék az gyakorlatilag Amorimra épül, egyedül hiába van ott Bulatovics is. Nagyon figyelnek a brazilra, aki ráadásul rosszul lépett. Buducsnoszt ellen is a legeredményesebb győri játékos volt Amorim. Reméljük, hogy semmi komoly, de még csak a negyedik percben járunk. Ezt a gólt is a Larviknak írták be. Ez változni fog. Már a második ápolás a győri játékosoknál. Nem 4-0, hanem 3-1. És nem tudom, hogy a szerb játékvezető miért figyelmezteti Amorimot. Lehet, hogy úgy érezte, hogy a gyors indulást akarja megakadályozni azzal, hogy lent maradt. De hát hárman rángatták a levegőben, ezt tisztán lehetett látni. Hammerzeng, Mörk, Stange, Mörk fejelőtte saját csapattársát, meglehetősen keményen. Egyelőre úgy tűnik ez sem gond, az akció folytatódhat. Stange, újabb elhibázott lövés. Ha lehetne választani, őt kéne meglövetnünk. Orbán, nem volt pontos az átadás, ez hetes. És még egy 2 perc is. Jeanette Christiansen. Bulatovics nem a legjobb paszt adta, de Orbán még kihalászta a 6-os fölül. És be is ugrott vele, pedig így lendület nélkül ez nem volt egy könnyű feladat.
Görbic a B-döntő visszavágó utolsó percében belőtte Legángernek, és azzal nyert a második meccsen is a Győr. Ez is bent van. 3-2. Támadásban Lize Lőke a pályán, őt találta az imént fejen Mörk, most talán ezt is beszélik meg. Tervel jön, és nyitott védekezés emberelőnyben. Mörk elé helyezkedik. Ugye a Győr védekezése tovább javult akkor, amikor Tervel valami hasonló módon az 5-1-ben zavaró volt. Félig meddig emberfogó Neaguval szemben a Budućnost elleni mérkőzésen. Mörk. Rieger üt. Mörk lemegy a sarokba így, hogy figyelnek rá külön. Stange. Ez most kapura megy, de ez Lundé-é. Talán arra lehetett számítani, hogy inkább Szullant fog kezdeni. És Mörk lesz az irányító, Hammerzenk pedig a bal átlövő, de nem így lett. Orbán befejezi jól, és 3-0 után 3-3. Kiváló ejtés volt Legángerékkal szemben, mert ide sorolom most Rántálát is, általában ez lehet a megoldás. Csak ehhez megfelelő magasságba kell jutni, és jó idegek kellenek, hogy kivárja az ember, hogy kilépjenek. Hammerzenk. Rigelüt. A passz nem jó, igaz, Kovacsics is fogta Lizelőkét, de nem fütyültek. Görbic indít. Orbán. Most meg kéne állni. Tervel bevihette volna, mutatja Görbic, hogy nem volt ott védő. Tényleg nem volt. És Lizelőke bent ragadt védekezésben, de gyorsan leszalad. És jön Breivang, aki eddig támadásban nem volt a pályán. Torodvár Mönt figyelmeztetik a játékvezetők. Még néhány másodperc az emberelőnyből. Görbic, Amorim szépen kitámasztott, és megfordítja a mérkőzést a győri csapat. 3-0 után 3-4. Nem hiába tartanak Amorimtól. Igen, hát neki is a második kísérlete volt, és a második gólja. A norvég csapat kiegészült. Hammerzenk. Jó védekezés, Tervel kezén is megpattant, és Amorimon is irányt változtatott a labda. Stange viszi még, és lövi be. Ezúttal nem kényszerítettük átlövésre. Meg volt a rés, ahol befért a falba. Tervel hiába kísérte. Tervel kapott még egy sárga lapot. Mörk továbbra is Amorim előtt, és Hammerzenk is jó messzire kilépdel. Kovacsics, Görbic. Lőke mozog a fal mögött, amennyire engedik. Görbic viszi közelebb, és verné meg Hammerzenget. Na most Amorimnak talán lőnie kell, majd nem. A passz is jó, Lőke remekül fordul be, de megsérült a keze. Érdemes tovább játszani, Ambros Martin különös rendszeresen elmondja, hogy nem feltétlenül kell első szándékból befejezni egy akciót, hanem érdemes mindig egy picit még kivárni, mert hogyha az ellenfél védekezése tudja is követni egy darabig az akciót, könnyen lehet, hogy egy idő után elfogy, ez történt most is. Kis ujja bánta Lőkének ezt az esetet. Az édesapa szeme azért már nem túl sűrűn lábad könnybe. Tudja, hogy a lányai bírják a fájdalmat. Heidi különösen. 4-4-et írnak ki, és én most már nehezen követem, hogy most vajon a kiírás jó-e, vagy mi tudjuk jól az eredményt. Nora Mörk lövi fölé. Könnyen lehet, hogy a világ legjobb balkezes irányítója Nora Mörk. Kovacsics. Görbic, Amorim, Tervel, Orbán, Tervelnek lassan le kell majd jönnie, ő váltja Bulatovićot védekezésben. Na, megvan az a Lőke gól is,
valahol a zsűriasztal környékén elveszhetett. Lent volt Orbán lába, nem adják meg ezt a gólt. Breivang, Stange. Breivang majdnem ellépte, Mörk teszi át. Christiansen, Breivang. Nora Mörk, még egy sárga lap. Hammerzeng lépett be a falba, és még Bulatovic Amorim társa, mint hármas védő. Amorim kapta a sárgát. Hammerzeng. Rossz passz, Nora Mörk nem tudta megfogni, még ezzel az igen kemény északi vakszal sem ragadt oda a labda. Görbic, nagy passz lőkének, ez is jó, még Kovacsics, Leganger. Orbán pedig nem tudja megszerezni, Dekár érte, szépen végigjátszott akció volt. Nora Mörk odaadja Bulatovicsnak. Bulatovic viheti, aki nem tudom miért passzolt vissza. Elég messziről lőtte az Itzert, de belőtte. Hát az utolsó néhány perces szakaszt 6-1-re megnyerte a győri csapat, úgyhogy hazai időkérés. Hallgassuk, miről beszélnek a trénerek. Vi har en bra start. Nu vi sørger for at vi ikke skal prøve å vinne dette her på 8 minutter. Altså nå det vi som gir bort alt vi gjør, for vi tar dårlige avslutninger og det dårlige sjanser. Og vi spiller videre. Men kjører vi Steven 8, så går vi helt breit gro. Kjører høyre Stange. Du også breit. Kan du få med deg gro, men du skal mellom Heidi og Trer, ikke over Trer. Med på det? Men da gjelder det. Vi må tåle å ta en avslutning. Vi skal satte avslutning. Listen, now this pressing here. This pressing here. Don't worry. Don't worry about the pressing. Duda, open, Dorba, 2x2, 6 meter, looking 6 meter, or pass, or for you. Open here, if she can, Duda behind. And also you ready for the answer to Gorba. Okay, one more thing. Missy Beputas, Duda go, and she will go, and you get the position over Riegelund. Az minden esetre nagyon bíztató, hogy a győri csapat időkérés nélkül megoldotta azt a nehéz helyzetet, hogy váratlan taktikai variációval találta magát szembe, és most Ambrosz Martin még pluszban elmondta, hogy milyen lehetőségek vannak ez ellen a védekezés ellen. Mörk belőtte, remek zárást kapott lőkétől. Nora Mörk második gólja. A balkezesek 4 találatnál tartanak a norvég csapatban, úgy marad Mörk előre lépegető nyitott védekezése. Görbic szépen fordult le, talán be is vihette volna. Kovacsics befutotta, hogy kérte Ambrosz Martin, de bent volt már. Breivang hozhatja, Mörk, Amorim feje fölött tapasz, Hammerzenget lepte meg jobban. Amorim, Bulatovic, Bognár Bódi most a jobb szélen. Amorim elég erős ahhoz, hogy bevigye, de megfogta oldalról Mörk. A másik oldalról pedig Breivang. Szóval klasszis játékosoknak és jó csapatnak kell lenniük ahhoz, hogy egy váratlan taktikai húzással szemben jó megoldást válasszanak egy együttes tagjai, és azt gondolom, hogy Győr ezt megtette. Most Hornyák Ági lép pályára, Amorimnak vérzett a szája. Hát Amorimot egyáltalán nem sajnálja az ellenfél. Ez a feladat megmarad nekünk. Bulatovic, Görbic, Bulatovic, az jó volt, létszám fölé, de Bulatovic nem tudja megoldani. Mire észrevette, hogy ez helyzet, addigra már késő volt. Görbic, Bulatovic, most szépen lépett el, Hornyák kapja, ez 7-es. Jól futott be második beállónak Hornyák, ugye a Hipo elleni idegenbeli mérkőzésen tette meg ezt igen sokszor, amikor Lőke nem játszott. Görbic lőheti a 7-est. Leganger ezt is hárítja most. Fogta Kovacsics zicserét, megfogja ezt a 7-est. Nem túl örömteli.
és így a Larvik egyenlíthet. Edin érkezett a pályára, ugye Hammerzeng, és ő is a Hammerzeng Edin nevet viseli. Edin lő, Lundét nem lepi meg. Test melletti kísérlet az alsó sarokba. Amorim, nagyon rossz átadás Hammerzeng kezébe. Megy Edin, és belövi ezt most. 6-6. Figyelni kéne, mert továbbra is sok a rossz átadás. Gyakran a fölösleges kockázatvállalás is. Hornyák. Bulatovic. Megint nem lő. Hornyák a vonalon állt, sajnos. Rengeteg olyan hiba, amire nincs egyszerűen rákényszerítve a győri csapat. Mörk, Görbic lökött, és így esett rá Kovacsicsra. Szabad dobás lesz. Christiansen vissza, Edin, Hammerzeng. Hornyák a hármas védő most Amorim helyén. Nem csak támadásban, védekezésben is át kell vállalni a brazil feladatát. Mörk belövi. Nagyon éles szögből, gyakorlatilag kifele ugorva. 7-6 a Larviknak. 3 gólos. Görbic nem tudja bevinni. Hammerzeng és Edin. És mondhatnám, hogy jó páros kapcsolat ez ott a védekezésben, és valóban így van, csak ne értsék félre. Bulatovic, Görbic, Kovacsics, megvan a hely, hátulról lökte Hammerzeng, de pont bele Breivánkba, így nem is eshetett nagyot Kovacsics. Sárga lap Diekstádnak. Érdekes, hogy Szulandot egyáltalán nem fogja talán játszatni ezen a meccsen Diekstád, mert ha második félidőben küldi be, akkor a paktól távolabb játszhatna a gyengén védekező balkezes. Görbic! 7-7. Nem ment hetesből, ment akcióból. Mörk, Amorim visszatért, Mörk pedig jó nagyot esett. Edin. Rigerüt elindult, Görbic nagyon jó ütemben lépett fel Nora Mörkre. Kap egy sárga lapot érte. Milyen furcsa, hogy a jó ütemért lapjár. Hát nem minden esetben van ez így. Meg hát innen is lehet tudni, hogy ez nem egy latin tánc. Ha valaki nem vette volna észre. Most megvannak a szabálytalanságok, kellő időben odaérnek a győriek. Hammerzeng, Edin, Mörk mögé, Kovacsics támadja, fenn a bírók keze, már elég régóta támadnak a norvégok esély nélkül. Edin ezt ellövi, és ez most bemegy, megint test mellett. Gyönyörűen kanyarította. 8-7. Hiába volt a jó védekezés. Norvég gól a vége. Bognár Bódi, Görbic. Bulatovic szalad be második beállónak. Amorim. Görbic. Amorim. Bulatovic. Löke kapja, Legánger védi. Sajnos a kapus teljesítmények megint, hát a győri csapat ellen szólnak. Amorim kap 2 percet. Igen, szokatlan, hogy Lunde gyengében véd, mint az ellenfél kapusa, de ez volt a Buducsnaszt elleni találkozón is. És jelenleg is ez van, mert Legánger már fogott 1-2 zicsert. Lundének nem nagyon emlékezhetünk jelentős védésére, talán 2 átlövést fogott. És most ember hátrány. Mörk, Rigelüt. Görbic, remek labdaszerzés. Érezte, hogy mi jön.
És itt egy példa, hogy az ütemérzéket, azt nem mindig sárga lappal büntetik, van, hogy labdaszerzéssel jutalmazzák. Mert most Görbicet fogja, 5 plusz 1-es védekezés. Ez igazi emberfogás. Nem olyan, mint az Amorimmal szembeni, amelyik inkább csak egyfajta zavarás. Kovacsics, van hely! Észrevette ő is, 8-8. Ember hátrányból a találat. Ennek mindig van jelentősége. Leganger megy oda Jekstáthoz. Könnyen lehet, hogy a kapusnak van valami ötlete. Reméljük, nem jó ötlet. Edin, Mörk tovább. Megállítják az órát. Mörk került a földre, nem tudta jól tovább húzni a labdát. Gyakorlatilag a paszt a magyar védőjátékos feje fölé kapta, onnan kellett tovább tornáznia. Breivang, Edin, Mörk, megint Kovacsicsal ütközik. Hát Kovacsics nem csinált semmit, amiért most büntetni kéne. És azt mutatja a játékvezető, hogyha Mörk még egyszer feldobja magát, akkor 2 percet kap. És azt hiszem teljesen igaza van. Ki is mosolyog Rigelüt irányába Mörk. Edin, hatalmas gól. Hát lényegesen jobb, mint Stange. 3 gólos. Mindjárt jöhet Amorim. Bognár Bódi, Lőke, Bulatovic. Görbic, Amorim. Inkább Görbicnek, Görbic táncol, Lőke, megfogja végül! Remekül zárta ki a védőt, úgyhogy csak ő érhetett oda a záróvonal közelébe, a védő nem. Klasszis gól volt. És most már több gólja van Heidi Lőkének győri színekben a Larvik ellen, mint Larvik színekben a Győr ellen. Ez volt a 22. győri. És 21 norvég gólja volt a magyar csapat ellen. Korsós közben a bal szélen. Kovacsics, tervel, Bognár Bódi. Ő remekül lő az egész szezonban. Rövid sarokra egész pontosan. Jó volt az átadás is Terveltől, pedig Tervel ilyenkor inkább visszaszokott lépni és hátrafele passzol, de most végighúzta. Megint Győri. Christiansen, Edin, Breivang irányít most. Mörk! Hatalmas gól. Négy gólos Mörk. A mezőny legeredményesebb játékosa. Kovacsics irányít. Korsós a bal szélen, Görbic tehát pihen most egy picit. Lőke, Bulatovic, Amorim, Bulatovic. Bognár Bódi ezzel nem tudott belépni. Bulatovic, Amorim! Kegyetlenül. 10-11. Breivang alacsony védőjátékos, hogyha vele találja szembe magát a brazil átlövő, akkor akár talpról is megoldhatja fej fölött. Ez történt most. Edin, Mörk, Kovacsics, de becsapta Mörk, az ejtés pedig jó Rigelüttől. Vannak védekezési problémák, nem úgy működik egyelőre a Győr hátsó alakzata, ahogy az előző szezonban megszoktuk. Elsősorban Mörk okoz gondokat, de hát Edinnel sem lett jobb a helyzet. Bulatovic, Christiansen. A Glasferket csapatától érkezett, ez az első BL szezonja. És hát így, hogy Kari Mette Johansen szülés után nem tért vissza és megsérült. Ráadásul Teamörk itt többet játszik. Kovacsics,
bal kézzel, ez egy gyönyörű megoldás volt. És csak így lőhette be, mert a jobb karja az ott volt a védő mellett, azt megfogták volna, nem lett volna esély még a lövési kísérletre sem. Ez klasszis megoldás volt Kovacsics-tól. Christiansen, Edin Breivák. Most Görbic védekezik ugye kettesben. Kovacsics pedig lemegy, Amorim! Visszaadják a labdát a Larviknak. Breivák tervel fogta meg, Breivák tovább forog és kihagyja. Így pedig már nem fütyülnek utólag. Tervel! Bognár Bódi. Most már talán le kell mennie Tervelnek, ő is így gondolta. És Görbic is csak védekezésben, azért ilyet is ritkán látunk, de nyilván úgy van vele Ambrose Martin, hogy a rendkívül gyors, jól cselező Nora Mörkel szemben, talán hogyha hasonló adottságokkal bíró Görbic védekezik, az segíthet. Kovacsics, Bognár Bódi befutott. Bulatovics, Bulatovics, na igen! 11-13. Katarina Bulatovics, kettő gólos. Ugye Legangerrel együtt nyert bajnokok ligáját is, még a Slagelzében voltak csapattársak. Úgyhogy biztos, hogy a kapus rendkívül jól ismeri. De az is biztos, hogy pontosan ugyanannyira, mint amennyire Bulatovics őt. Edin, Christiansen. Edin Breivák, Mörk passza, nagy passza, ráadásul Lunde! Lize Lőke próbálkozását fogta, de Görbic kilépett, és alig hanem ez a taktikai feladata Mörkre, és mögötte most már nem először volt terület arra, hogy Lize Lőke befusson, és helyzetben legyen. Általános cserék, most Görbic a bal átlövő poszton. Nora Mörk nincs bent, és visszaállt egy picit zártabban. Védekezik a Larvik csapata, Görbic, ó! Elvették. Hát nem hiszem, hogy lépéshiba lett volna. De jöhet a Larvik. És akkor Nora Mörk csak támadásban most. És Rántala érkezik a kapuba, Legangera sérülése után könnyen lehet, hogy nem bír még olyan nagyon sokat, kell neki egy kis pihenő. Nora Mörk Kovacsics-sal ütközik, és kifele fütyülnek. Nagyon határeset volt, de miután Nora Mörknek már több olyan esete volt, aminél a bírók szemet hunytak a színészkedést fölött, azért úgy döntöttek, hogy most ellene ítélnek. Bognár Bódi próbálkozását még Rántala hárította, Edinbe, Hammerzeng 12-13. Nagyon szép gólt lőtt Hammerzeng. Lehet, hogy még egy kettő percet is kiosztottak. Kovacsics kérdező, kettő perc volt-e? Ezek szerint igen. Igen, ott a messzhúzás. Ezen olyan nagyon nem lehet vitatkozni. Itt egy Rántala hárítása. Mert Rántala nem képes elfáradni, az egészen egyértelmű, 45 esztendős, és még mindig véd. Orbán visszajött a jobb szélre. Bulatovics, Görbic, Lőke! Gyönyörű játék volt. Ketten mentek Bulatovicsa, ezzel pedig oda lett az ember fória a Larviknak. Öt perc az első fél időből. Breivák, Mörk, nagy helyzet, Lunde! Hát igen, így kell egy ejtést hárítani, de mondjuk meg kell válogatni az ejtést is, mert csak az ilyet lehet. Itt van még egyszer. Hammerzeng nem először futott be beállónak. Edin az, aki Amorimot fogja, de szó szerint. Görbicen pedig Rigelőt. Lőkének kell közelebb mennie így. Bulatovics, Orbán. 4+2-es védekezés. Amorim bejátszaná. Szabad dobás. Most legalább vissza kell zárniuk a hatos vonalhoz.
a hazaiaknak. Ez segíthet talán az emberfogás ellen. Görbic. Időkérés. Ambrose Martin szerintem jókor tette le a táblát. Ez egy fontos támadás lehetne. Háromra növeleti előnyét a Győr emberhátrányban. Ha... When we play, when we push here in the middle for you, sometimes, yes, but you start in the wing, you here, we open here, Gorba, 2x2 here in this moment, Heidi run, okay, and we try to finish this 30 seconds, okay, in attack, in defense. Now the situation changed, now we can go a little bit up, a little bit up in defense, and pivot is a little bit nervous. Maybe don't pass too much to the pivot, and go shooting. Okay, come on. Yes, yes. Stå på riktig side i forhold til ballen hele tiden, jobbe knallhardt så ikke de skal få den. Da er det mye lettere å stå bak der. Sitt i mål nå, kom da! Na kérem szépen. Amorim lement a szélre, hogy kérte Ambrose Martin. Orbán ezt tovább engedik. Hammerzenk, hát az meg lehet, hogy lépés volt, de azt is tovább engedik. Edinnek rossz a passz. Lunde pedig oda megy. A Győri a labda. Hát nem úgy alakult a támadás, hogy szerettük volna, de így is jó. Egyelőre a 4 plusz 2 megmaradt, de csak eddig, amíg ki nem egészült a győri csapat. Bulatovics, Rantala! Bulatovics, ez hetes! Rantala mekkorát védett. Ez hihetetlen. Kirúgott a bal kapufa irányába, és Rigerüt pedig hátulról szerezte meg azt a labdát. Jön Leganger. Görbic megint. Leganger kint, a labda bent. 12-15, először vezet 3 góllal a mérkőzésen a győri csapat. És hát nézzük, hogy feljebb lépnek-e a győriek. Ugye Ambrose Martin azt mondta, hogy most lehet egy picit változtatni a védekezésen, és feljebb lépdelni, mert nem nagyon hozzák helyzetbe a beállót. Korsós, megvan a labda, beleragadt Mörk kezébe egy picit. Görbic. Most lőkének, de nagy csel volt. 12-16. Na hát azt hiszem, hogy az egyetlen játékos Görbic Anita a világon, aki ezt a megoldást választotta volna ebben a helyzetben. Tehát megcsinálja a cselt, de nem ő lövi el, hanem utána passzol. Egész váratlan. Edin, Breivang. Görbic kilép, így Mörk nem megjátszható. Remek volt ez a védekezés is. Breivang megint közelebb, Mörk, Edinnek, beszorultak egy picit, Lunde, Edin ellőtte, nem a legjobb helyzetből, Lunde pedig érezte, hogy megint lefele próbálkozik majd a válogatott béli csapattárs. És azért az 5 gólos differencia az már tekintélyesnek mondható, már pedig ennyi lehet most. Görbic, Amorim, Korsós, Bulatovics Görbicnek, Orbán, megint egy jó ejtés. 12-17. Lehet, hogy rosszul esett Orbán Adrien. Vilde Ingeborg Johansen a beálló most a Larviknál, 19 éves hölgy. Vízelőkete át lement. Edin! Ez nem ment be. Jól van. Elkezdték a gólzenét játszani, de nem volt az, hiába írták be maguknak. Lelkesen. Ez fölé ment, és a hálótartóvasról vágódott a kapu mögé. 12-17.
Korsós, Görbic, Amorim, Bulatovic, Orbán ezt is elvállalja, és fül mellé, vagy fülbe. 12-18, ha elindították volna a dallamot, most lett volna fülbemászó. Hát, egy orrfül gégészeti vizsgálatot végrehajtott a labda Rantalán. Hammerzenk, Mörk, Rigel üt, nagyon pontosan lőtt. Lunda ott marad rendszeresen a rövid saroknál. Oda kapta a gólokat a Budućnost ellen. Amorim! Erre nem ítéltek semmit. Amorimot megint hátulról szedték le a levegőből. Jelentősége nincs, mert hát gól nem született volna akkor sem. 13-18 a szünetben. Változatos, fordulatos meccs volt eddig. A hajrá azonban a győré, és reméljük, hogy a meccs majd így folytatódik, hogy befejeződött az első félidő. Lárvik Győr 13-18 az első félidőt követően, és hát itt 20 percig azért aggódhattunk, hiszen a Győr nem úgy játszott, ahogy mondjuk azt megszokhattuk ősszel, meg az előző esztendőben, aztán az utolsó 10 perc az kimondottan jól sikerült. Tehát szokták mondani, hogy a magyar csapatoknak nem fekszenek az északiak. Itt most valóban ezt az első 20 percben láthattuk, vagy akkor ért véget az érzelmi hullámzás, amiről beszéltünk a meccs elején? Igen, én úgy gondolom, hogy ahogy a mérkőzés elején mondtuk, egy 5-10 perc biztos, hogy rá fog menni, amíg rá tudnak hangolódni igazából a mérkőzésre, ez be is jött. A másik nagyon fontos szempont, hogy ahogy láttuk, a Lundéra nagyon készültek, kivideózták, hogy az ő védési technikája az lefelé irányul, úgyhogy minden gól a felfele tartó lövésekből jött. És igen, ez akár aggasztó is lehet, hiszen a Budućnost is eredményesen videózta ki ugye az előző mérkőzést követően, ott meg a szélről jövő labdáknál lehetett ezt érezni. Amint ezeket a hibákat kijavította a Győr, onnantól kezdve pedig már sima volt az utolsó 10 perc, tehát én úgy gondolom, hogy a Lunde is már pont a határán volt, hogy lecseréljék. Láttuk, hogy az Orsit elküldték melegíteni, és az Ambros Martin szerintem már jelezte, hogy csere lesz, és akkor ott egy-két lövést megfogott, így bemaradhatott a kapuba, és itt volt az időszak, amikor elment a Győr. Igen, tehát ez a félelmetes győri védelem, amiről itt rengeteget beszéltünk már tavaly, és ez valójában akkor félelmetes, amikor egy olyan kapus van mögötte, aki tényleg mindent megfog, és ez nem is szokott hiányozni Lundéból most, viszont ez már a második mérkőzés, ahol nem megy neki, és ez egy picit engem aggaszt. Hát nem szokottunk ahhoz hozzá, hogy a kapuban nem mi állunk jobban. Ugye azért emlékszem rá, hogy itt a magazinban ugye szoktuk mutogatni, talán tavaly a középdöntőben volt egy sorozat a Lundénak, amikor minden mérkőzésen talán 40-50% között védett. Hát itt most azért ettől jelentősen elmarad. Az a szerencsénk, hogy a másik oldalon is gyenge a kapus teljesítmény, illetve ott még gyengébb. Igen, és nem láttunk erre pontos statisztikát, de szerintem többet lő kapura egyébként a Lárvik, mert hogy körülbelül ugyanolyan arányba védenek a kapusok, azaz nem sokat, viszont ahogy Attila is említette, az előbb nagyon sokat lőnek, és főleg fölfele, úgyhogy én nem is emlékszem, hogy egy ilyen magas szintű mérkőzésen ennyi lövés kerülné el a kaput, mert szerintem legalább 3-4 olyan lövés volt, ami fölé ment. És látszik, hogy ezek a helyzetek ezek pont arra irányulnak, hogy szándékosan lövik fölfele. Itt, ahogy láttuk, párszor ilyen 20-30 centével fölé ment, itt futtából, kitámasztásból való lövések. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy begyakorolt taktika része. Tudják, hogy lefele bont a Lunde, ezért próbálnak fölfele lőni, de tudjuk, hogy fárad a játékos, és már nem tud koncentrálni, egyre többet fogják az alsókat használni, tehát többet fognak lefele lőni. Az egyik, a másik pedig, hogy a Lunde is észrevette, beszéltük, hogy ő is most már készül arra, hogy kicsit jobban állva marad. Ja, Norán Mörk oldalán tudjuk egy picit nehezebben megoldani a védekezést, ott alacsonyabb ugye a magyar fal, a másik oldalon én azt hiszem, hogy nagyjából rendben vagyunk. Az viszont mindenképpen pozitív győri szempontból, hogy talán egy olyan, tényleg egy ilyen 18-20 perc után sikerült a váltás, és támadásban folyamatosan megtalálták a réseket a magyar játékosok, elsősorban Görbic, de például Amorim is, hogy Lőkének be tudták passzolni a labdát, vagy például volt ugye Kovacsicsnak is nagyon szép egyéni megoldása, szóval azért támadásban jött a váltás, és itt a félidő végén azért már védekezésben is, úgyhogy ahogy szokták mondani, ilyenkor most nekünk jött egy picit rosszabbul a félidő.
Igen, és még tegyük hozzá, hogy nem nagyon voltak még lerohanás gólok, ami ugye a jó védekezés hozza magával. Úgyhogy ha még ez is felkeményedik a védekezés, és még Lunda is elkezd úgy védeni, ahogy tud, akkor jönnek majd a lerohanás gólok is. Úgyhogy ha nem kezd el újra hullámzani a mérkőzés, akkor ez meg lesz. Van arra esély, a Viborg innen, Viborg? Szóval, hogy a Lárvik innen feláll. A Viborg az nem, de szerintem nem a Lárvik sem. Én úgy gondolom, hogy bejött az, amiről beszéltünk, hogy a támadójátékot jobban gyakorolták ezen a héten a győriek az elmúlt hét kudarca után, mert gyakorlatilag 18 góla majdnem ugyanott tartanak, mint egy héttel ezelőtt 60 perc után. Úgyhogy én optimistán látok, tehát ez a fél idő is, én úgy gondolom, hogy teljesen elégedettek lehetünk a hibák ellenére, és tovább kell folytatni, hogy kicsit erőszakos, agresszív védekezés, kapus teljesítmény, és ahogy a Benito mondta, egy pár könnyű indítás gól, hogy minél hamarabb legyen zárva ez a mai mérkőzés. Lehet másra számítani a Lárviktól szerintetek itt a második fél időben? Hiszen nagyjából ugyanazt játssza a norvég csapat most már évek óta. Most ezt a találkozót, ezt nagyon bekezdte a Lárvik, hiszen nyilván tisztában vannak velük is, hogy azért két meccs után nulla ponttal állni, az gyakorlatilag egyenlő a kieséssel ebben a középdöntő csoportban. De ott úgy, mintha el is lőtték volna a puskaporukat, és mintha azt éreztük volna, hogy innen ők nem tudnak egy szinttel feljebb fejlődni, ellentétben a Győrrel. Szerintem ez nem az ő kézilabdájuk ez, amire most a Győr kényszeríti őket, kivéve persze az első perceket. Ők akkor jó, hogyha a jó kapus teljesítmény és a jó védekezés mögül gyorsan tudnak indulni, és vagy lerohanásból, vagy rendezetlen védelem ellen tudják a góljaikat lőni. Hiszen az átlövő soruk hiába a sztárokból áll, azért mert nem fiatal játékosok annyira, bár nem is idősek annyira, mint ahogy mi gondoltuk. Úgyhogy ez kevésbé az ő játékuk, tehát ha Győr eléri azt, hogy sokat kelljen a norvégoknak felállt fal ellen támadniuk, az a magyaroknak lesz jó. Hát már pedig a Győr védekezése egyre feszesebb, legalábbis az első fél idő végén az volt, reméljük, hogy így lesz majd a folytatásban is, mindjárt jön a második fél idő. Ez még nem a mérkőzés, hanem a mérkőzés első fél idejének visszajátszása. Jeleneteket utogatnak a helyszínről, és hát a többségükben azért örömünk lehet, hiszen a győri csapat öttel több gólt szerzett, mint a Lárvik. És amúgy is úgy tűnik, hogy most már az első játékrész végére összeállt a csapat elsősorban támadó játéka. Itt van például egy emberhátrányos gól, ez sem volt csúnya. Elvileg lassan kezdődnie kéne a második félidőnek, és azt nem tudom, hogy a helyszínen mi zajlik, de reméljük, hogy jönnek majd a csapatok. A Lárvik, ahogy említettem a mérkőzés előtt, valóban nagyon nehéz helyzetbe kerülhet, ha most is vereséget szenved, már pedig afelé tett komoly lépéseket. Itt van Rántalá. A Legangernek volt egy szakaszban 2-3 igen nagy védése, és Rántálának is akadt ilyenje, de összességében azért a kapus teljesítmény nem lenyűgöző. Tegyük hozzá, hogy talán a mi oldalunkon sem annyira. A második fél időt a Győr kezdi. Orbán Bulatovics, Görbic, Lüke, Amorim és Kovacsics. És Szula most sincs a pályán a Lárviknál. Nora Mörk védekezik Amorimmal szemben megint ebben a nyitott verzióban. Amorim kezéből kiszedte a labdát valahogy. Rigel üt. 14-18. Nem lenne jó, ha ez így folytatódna. Azt hitte az ember, hogy már felkészültünk erre a Nora Mörk féle kilépegetése. Ehhez képest sikerült eladni a labdát. Görbic, Kovacsics. Nora Mörk fogta meg, Stangéval ünneplik egymást. Most Amorim középen, és így Görbiccel szemben Nora Mörk, azért az nem ugyanaz az eset, de megint megszerzi a labdát. Ájjáj, elég rossz kezdés, Görbic, na, így kell visszaszerezni. Tehát egészen biztos vagyok abban, hogy Görbic, amit a testéből még egy fél méternyi kar valahogy kihúzódott ahhoz, hogy ezt meg tudja fogni. De az ő dolga. Az sem baj, ha titok marad. Orbán, Görbic, Bulatovics. És Krisztiánzen volt szabálytalan. Orbán befutott ugye
még a szabad dobás előtt. Görbic, benti szabálytalanság, és Orbánnal szemben is Rigelüt részéről. Mondjuk, ha Orbán egy kicsit figyelmesebb erre a labdára, talán odaérhetett volna. Bulatovics, Amorim, Görbic, rossz lövés. Talán itt is beleragadt egy picit a kezébe a labda. Gyakorlatilag nem csak ugyanazzal a taktikával, de ugyanazokkal az emberekkel is kezdi a második félidőt a Larvik, mint az elsőt. Nora Mörk, Stange, Rigelüt, Nora Mörk, megint fej fölé, Hammerzengelől nem sikerül megszerezni. 15-18. Az 5-ből 3 lett pillanatok alatt a második félidő elején, már ami az előnyt illeti. Sajnos. Bulatovics. Nincs bent, a kapufa hárított. Meglehetősen gyorsan eldobta Bulatovics. Ettől még lehetett volna gól. Hammerzeng. Majdnem ellépte, Nora Mörk, Stange, be a rövid sarokba, Lunde lába között, hát egy picit azért talán figyelni kéne. Görbic, ugyanúgy, ahogy az első játékrész 3-0-ás Larvik rohammal kezdődik a második félidő is. Orbán, Görbic. Be lehet vinni, hopp! Stange lökte meg. Hatalmas hely volt Görbic előtt. És lehet, hogy rosszul lépett. De ebből az látszódott egyértelműen, hogy azért nem lehetetlen ez ellen a védekezés ellen játszani. Lehet helyzetet teremteni. Lehetne. Görbic, Bulatovics, Orbán! Remek gól, ezúttal a hosszú sarokba. Nagyon változatosan lő Orbán Adrien, 4 gólos. És emellett ugye egy 7 méterest is kiharcolt. Az első gól megvan a második félidőben. Bulatovics helyén tervel védekezésben. Stange fölfelé a felső létsze, de még talán ez volt a legjobb átlövése, ugye? Kettőt nagyon fölélőtt az első félidőben. Bulatovics, Amorim, gól! És mindig úgy védekeznek Amorimmal szemben, hogy az bizony a 2 perc határán van, amikor berobban, akkor utána nyúlnak. De olyan erő van Amorimban, hogy fel sem merül a játékvezetőkben, hogy őt komolyan lehetne bántani. Kovacsics jó védekezése, és valóban Mörkkel szemben most Görbic a kettes védő. Hammerzeng. Mörk. Stangéval szemben Orbán, jól lépett fel a szélső befutás után az átlövőre. Orbán. Mörk, fenn a bíró keze. Test mellett, de nagyon messziről kellett a jó védekezésnek köszönhetően tüzelnie. Görbic. Kovacsics, Bulatovics, Orbán, és akkor most egy nyugodt támadás. Amrosz Martin részéről pedig az volt az ötlet, hogy akkor a gyorslábú Görbic játszon Nora Mörkkel szemben, ha már kijön nyitottan védekezni, Amorim meg bent a nagyobb területen próbálkozzon. Görbic, lökének! Aj, de szép volt! 16-21. És egyelőre kopírozzák az első félidőt a csapatok, akkor is 3-0-val kezdődött. Onnan lett 3-3, sőt, hát megsugom hát, ha így lesz, ha elmondom, de 3-4 lett. Tervel, Orbán, nincs gyors indulás, a Larvik remekül zár vissza. De meglehetősen gyors lábúak az átlövők is, különösen Mörk. És
ugye a visszazárásnál általában az átlövők kedvezőbb helyzetben vannak. Görbic, Bulatovics, Orbán, Lőkének hetes! És még egy 2 perc is Stangénak. Ugye olyan hírek terjengtek, hogy Heidi Lőke esetleg a Larvikba tart. A legfrissebb információim szerint könnyen lehet, hogy mégsem, hanem akár meg is hosszabbíthatja a szerződését Győrött. Görbic. Legánger jött be, de nem tud védeni. 16-22 és emberelőny. Úgyhogy a rossz kezdés után megint jön a fordulat. És ez most egészen megnyugtatóan alakul. Beállóval játszik emberhátrányban is a Larvik Lizelőkével. Görbic kilép, Görköt így nem lehet megjátszani. Hammerzeng, Lundéba nem történt semmi, teljesen beszorult a norvég csapat játéka azzal, hogy Görbic fellépett. Orbán nem tudja ellőni, Christiansen fogja a kezét. Görbic, Amorim, ez is gól. 16-23. Ugye így, hogy kevesebben vannak a mezőnyben, a Larvik játékosok szóba sem jöhet, hogy fellépjen Nora Mörk Amorimre, és külön figyeljen rá, vagy a kaputól távolabb. Ezt használták ki. 7 gól még nem volt, most igen. Nora Mörk, Hammerzengnek, Christiansen. Lizelőke elindult befelé, a szélről kezdte, Hulund, de ez megalázó szegény Christiansennek. Ráragadt a légypapírra a légy. Itt az ikertestvér megint. Amorim, Görbic, Bulatovic, Orbán viheti be, új, eltalálta Rantala fejét. Megállítják a játékot. Ugye lőtt egy gólt közvetlenül a feje mellé helyezve a labdát. Hát ez most nem mellé ment. Talán érdekes elmondani, hogy 1997. októberében védett először nemzetközi kupameccsen Rantala a Larvikban. Tehát addigra már volt némi rutinja. És 23 éve debütált a dán válogatottban, hát ez egészen döbbenetes ezeket kimondani. Komoly baja nincsen szerencsére. Ha a Győr itt nyer, már pedig nagyon úgy alakulnak a dolgok, hogy szinte már kijelenthető, hogy a Győr itt nyer. Azért persze kiabálni még ne kiabáljuk. Akkor lényegesen könnyebbé válik azért a helyzet. Szullánd a pályán. Stange, Szullán, miután Görbic olyan ragyogóan védekezett Nora Mörkel szemben, így most kipróbálják Szullándot akcióban, de Szullán nagyon rossz védő, és őt cserélni kell majd a hosszú oldalról. Az előző évi csoportmeccsen ezt használta ki ragyogóan a győri csapat. Görbic! 16-24. Test mellett, a levegőben visszahúzva. Görbic Anita specialitásának nevezhetjük ezt is. Hazai időkérés. Så må den første som faller ut fra midten være klar igjen på en passning. Så ikke blir stående 3 bakspillere innenfor 8 kvadratmeter. Skal jeg gå hardere i første kryss?
Missy, take the responsibility in the middle. Girls, girls, let's go for 6 meters. Every time we play in 6 meters, it's chance to shoot and to goal. Okay? Let's go for this in attack. In defense, rebound, rebound. All the shooting save this. Okay? Rebound and attention the new player, for example, Shulan. Okay? Do this and control the shooting. Yes, stay in defense. Yes, second igual. And this, I'm missing the win. Az előző 6 percet 6-0-ra nyerte a győri csapat. A különbség pedig most 8 gól. Stange. Amorim. Jó védekezés. És egy Szulland játékára külön felhívta a figyelmet, ugye Ambrose Martin. Nyilván máshogy lő, mint Mörk. Hogy sajnos ő is lő gólt. Emiatt különösebben nem szeretjük. Egy gól nélküli Szulland sokkal kedvesebb a szívünknek. Védekezésben ott van Mörk. Továbbra is Amorimra lépdel kifelé. Nem is tudom, talán egy 4-1-1-es védekezésnek nevezhetjük ezt. Kovacsics, Amorim, Bulatovics, van hely! 7-es. Remek játék volt. Sikerült megint megtalálni a rést. Az óra nem áll. Jekstad reklamál. Hát ott látjuk, hogy hátulról is lökték Bulatovicsot. Breivang. És akkor most a harmadik számú kapus, Alma Hasanić érkezik. Aki szemtelenül fiatal a másik kettőhöz képest, csak 24. Görbic! 17-25. Görbic Anita remek gólokat lő. Most a kiírással ellentétben számításaim szerint ez a 6. gólja volt. Stange középen. Mörk a szélső. Onnan indult el. A labda pedig a győré lesz. A védekezés is egyre jobb, ugye Lundinak is volt egy-két remek hárítása. Görbic lemegy a sarokba, és Kovacsics irányít most. Szulland védekezik a szélen, hát ő csak ott használható, ha muszáj bent maradnia. Lőke, Bulatovics, Amorim, Bulatovics megint beviszi, csak most telibe találta a védőt. Jó döntés a játékvezetőtől. Hát ez belemenés volt. Breivang állkapcsa bánta Bulatovics rámenőségét. A Larvik kikapott a Ljubljanától, és ott egy nagyon jó kapus teljesítmény volt a szlovénok részéről. Úgyhogy többek között erre is lehetett fogni talán a norvég vereséget, de nagyon úgy tűnik, hogy azért ez a Larvik nem olyan erős, mint az előző szezonban volt. Mint ha egyenként a játékosok sem hoznák azt a formát, gondolok itt például a Hammerzengre. Tonya Larsen nagyon hiányzik például támadásból is és védekezésből is. A bal szélen sem erős a csapat, így, hogy nincsen sem Johansson, sem Teamörk. Stange. Szulland. Hammerzeng. Szulland. Görbicet mozgatta, most Mörköt várja. Görbic jó védekezése, Szulland a szélről. Lunde, és bemegy. Hát pedig ennél jobban nem nagyon lehetett volna azon az oldalon védekezni, de így is gól a vége. Hát kevés olyan csapat van a világon, amelynek a balkezesei ennyire gólerősek. Ugye Mörk 4 gólos, Szulland 2 gólos, Rigelüt is mondja a gólokat, és most Hammerzeng 19-25. És ezt meg nagyon értik.
gyakorlatilag gyors támadásból gólt csak a Larvik szerez a meccsen, mert labdavesztés után is nagyon jól zár vissza a norvég csapat. A Győr nem annyira. Amorimba csimpaszkodott bele, ezúttal Stange. Kovacsics, Vulatovic lőkének nem jó, Stange, ez pedig ellépte. Amorim úgy zárt vissza, hogy Nora Mörköt nem lehetett megjátszani, és mire más talált volna Stange, addigra már újra a földön volt. De most egy kicsit összekuszálódott a támadójáték megint. Görbic jött is az irányító posztra. És Kovacsics vissza a bal szélre. Kornyák most a bal átlövő, Amorim pedig pihen. Bulatovic, a labda megvan. Kornyák, Bulatovicsnak hagyja ott. Bulatovic, az bement. Hát éppen mondtam volna valami elmarasztalót Katerina Bulatovicsra, de szerencsére most belőtte ezt. Olyan, mint hogy az összjátékból sokkal kevésbé tudná folyékonyan kivenni a részét, mint ősszel, ami elég meglepő, hiszen előtte nem sokkal érkezett. Szullát. Ezúttal Tínerusztát Christiansen a bal szélen, és nem pedig Jeanette Christiansen. Hammerzeng, Lunde! Valahogy mehetett tovább a játék. És Hammerzeng eseténél sem gondolták, úgyhogy szabálytalan lett volna Görbic. Szóval Christiansen helyett Christiansen. Bulatovic. Breivang gyorsabb volt, itt pedig oda tudott az átlövő elé zárni. Kovacsics, Szullánt fogja meg a nyakánál. Azt hiszem, hogy Szullánnal szemben érdemes lenne egy az egyben próbálkozni. Már csak azért is, mert ez a csimpaszkodó védekezés a specialitása, erre pedig néha 2 percet adnak. A játékvezető Nora Mörknek beszél. Eltelt a második félidő fele is. Kovacsics lement, csak azért, hogy visszajöjjön, talán a kezével történt valami. Bulatovic. Kovacsics! Felső lécre. Christiansen, Leganger. Még lapos ejtés volt. Mörk. Stange. Breivang. Stange! Lunde. Remek volt a védekezés is. Kapunak csak azt a részét hagyták szabadon. Ott látjuk Bulatovic karjai, ahova Lunda ment. Ez az, amikor összedolgozik a védelem a kapussal. Érdekes, hogy Hornyákkal szemben is ugyanaz a védekezés. Talán többet lép majd befelé Nora Mörk, vagy most is láthattuk. És akkor inkább Görbicet próbálja majd zavarni. Kornyák, Görbic, nagy csel volt, gyönyörű gól. 7 gólos Görbic, amit a ne higgyenek a kiírásnak. Azt nehezebb egyébként megszámolni, hogy hány ember csapott be ezzel a csellel. Szerintem olyan 7 körül. Edina pályán ismét. Mörk indult a szélről, Edin, Hammerzeng, Christiansen, beteszi, és gól. Lízelőke, pedig megint jónak tűnt a védekezés, aztán nem tartott ki ez, elfogyott a cérna, de hát az egyik győri támadásnál talán említettem, hogy ezért érdemes hosszabb lefolyású támadásokat játszani. Előbb-utóbb védekezés elfogyhat. Kovacsics, Görbic lement a sarokba, Bulatovic,
Kovacic, van hely, nincs hely. Mörk volt gyors lábbal, és belemenés lett belőle. Edin, Mörk, test mellett, nem, ott maradt a labda. Korsós jön Kovacic helyett. Mörk dühös. Nem gondolta volna, hogy ennyire ragaszkodik hozzá a labda. És Amorim is visszatért. Görbic, lőke! Húha! Breivang kap 2 percet. Megpörgette lőkét a levegőben. Hát ha visszavonulna Breivang, akkor valami vidám parkban nyugodtan vállalhatna motorszerepet a Ringlispielnél. Kettőperces kiállítás tehát, hetes nincs belőle, csak szabad dobás. Érdemes még egyszer megnézni a Csini Baba című filmben. A legvégén volt egy hasonló pörgetős jelenet. Görbic, csak itt nem kérte az, akit pörgette. Korsós, támadó szabálytalanság. A Korsósnak továbbra is egy gólja van a BL-ben. Nora Mörk kezéből csúszik ki Görbic. Áj, Bognár Bódinak nem jó, Krisztiánzen, sarokdobás. Korsós Dorinának kellene egy pici önbizalom, ahhoz pedig szerintem egy gólocska kellene. Amorim, Görbic, Hulatovic, Amorim, Hulatovicnak szép passz, Leganger, oda térdeli Szullát kezébe. Egész egyszerűen el lehetett volna kapus alatt pattintani, Nora Mörk. Ezúttal Korsós szerezte meg tőle a labdát. Nora Mörk kezd fáradni. De iszonyatosan sokat vállalt eddig a balkezes irányító, aki a meccsen balkezes lövőt játszik. Amorim, Görbic, Bulatovic, Bognár Bódi lendület nélkül bele Legangerbe. Hát ez gyenge próbálkozás is volt, de mire oda toporgott a labdához Bognár Bódi, addig Leganger már nagyon közel került. A távolról átugorhatónak néz ki egy toronyház, de ha közel állunk hozzá, akkor nehezen képzelhető el. De most ennyire volt közel Bognár Bódihoz Leganger. Edin, Szullánt, Mörk megint a sarokban. Edin, tervel fogja meg. Edin most majdnem kitörte tervel karját. Lízelőke sugott valamit Hammerzengnek. Szulland! Lunde védhetett. Nem volt hajlandó most lecsücsülni. Na nézzük még egyszer, hogy valóban Lunde volt-e. Úgy tűnik, hogy hozzáért. Amorim. Görbic. Lőke. Bulatovic. Hát ez nem igaz. Fölé pattant, Lőke pedig már bent. A Leganger azt se tudta, hogy hol a labda, biztos volt szinte benne, hogy ez bement. Bulatovic Görbicet indította, Görbic, ez is kapufa. Hát ennyi helyzetet elszórakozni azért, ez egy picit soknak tűnik. Gyekstát kér időt. Med passninger rundt omkring i knærne. Jeg må kunne klare å kaste en ball fra A til B.
Det betyr også at vi må sørge for at ikke det blir passninger på 15 meter på tvers. Vi skal kjøre 6 begge veier, hvor vi rykker ut bak toer på linje. Okay? Så vi kjører et hardt trykk. Først til høyre, slår den over, rykker ut bak. Da kan du komme på skytt fra bakken også, så vi gjennomfører det. Yes, always we have the defense, always. But we have to chance the kill, the game, because they are so precipitated. So very good piece of return arm. And after, when we cover and when we have the ball, kill, easy game, okay? No difficult situation. When we play here one by one, Duda or Gorba in the middle one by one, try to do it there. Also 2x2 in the middle, like before these 2 minutes. And Vicky, you play now, okay? This. 9 perc a végéig, 7 góllal vezet a győri csapat. Hammerzeng, Szulland, Edin. Ez már nem volt lövő helyzet. A második félidőben eddig 7 gólt kapott a Győr. És hát felállt fal ellen a Larvik szinte teljesen reménytelen helyzetben van. Szulland, Edin, tervel takarta be. Napfénytől védett helyen tartja az ellenfeleket Amorim és Tervel, főleg a lőni szeretnének. Belépett Lizelőke, szabad dobás. 5 perce nem volt gól az egész mérkőzésen, nem csak itt ennél a kapunál. Edin nem tudom mit csinál, de gyakorlatilag visszafele cselezett. Fenn a bíró keze, most már lassan lőni kell tehát. Hammerzeng, Szulland, még tovább, Edin, még tovább, a labda pedig most már a Győré. Be is pottyant oda minden vadász területére. Sós a pályán. Az előző szezonban a csoportmérkőzésen fantasztikus meccse volt Sós Viktóriának. 6 gólig jutott itt. Görvic. Sós. Ez nem megy be, elég gyengécske lövés volt. Mörk. Breivánk talpról, hát ez az, amit nagyon tud, ütemtelenül. 21-27. És hát lehet, hogy Breivánk ezt nagyon tudja, de még ezen a meccsen nem mutatta meg. Most először. Igaz, támadásban nem sokat szerepelt. Hát kedvelik egymást Lőkével. Talán ezt észre lehetett venni. Most nem annyira, mert Lőke eltűnt, és erre nem fújtak. Edin! 22-27. Hát a végén még lehet annyira szoros ez a meccs, hogy ne derüljön ki, hogy mennyire sima volt. A második félidőben rendkívüli módon az. De megint labdavesztés után indul az ellenfél, és könnyű gólt szerez. Igen, csak bosszantó, hogy ezek az eladott labdák léteznek. Különben azt hiszem, hogy hatalmas lehetne a különbség. Itt voltak Mörk labdavesztései, meg egyáltalán a Larvik labdavesztései, de hát Görbit sem lőtte be a gyors indulás után. Hét és fél perc. Görbicet Edin fogja. Mörk továbbra is tapad Amorimra. Itt a vizes póló. Sós. De könnyen lépett el, és megint kihagyta, ez hatalmas helyzet volt. Talán Legangertől tart annyira, hogy ezért célzott oda a kapufa közelébe, olyannyira közelébe, hogy rá. Ez a Larvik utolsó próbálkozása, még ezzel a kemény védekezéssel megpróbálja valahogy a meccset visszahozni. Görbic! És ez sincs benne, borzalmas ejtés volt ez Korsóstól. Görvic bevihette volna, gólt szeretett volna lövetni Korsóssal. Szulland, Lunde. Azért lehetne lőni most még egy gólt.
Semmilyen szabály nem tiltja. Kovacsics jön be középre, ha Görvicet fogja Edin, akkor menjen csak le szélsőnek, ez nem egy rossz gondolat. Kovacsics pedig elég gyorslábú ahhoz, hogy helyzetet alakítson ki itt középen. Sós. Időkérés Ambrose Martintól. Alig több mint 5 perc a végéig, 5 gólos győri előny, de megállt a magyar csapat játéka. Don't run so much. Just step move. Okay? Because we have a reference. We need a reference in the 6 meter to make problem to the 2 defender. Okay? Take it. Yes. You go to the wing and you go here. Okay? Yes. Sometimes go here and give an answer. Behind. Give an answer. If you have problem to continue the ball, give an answer. Be directly. And please. The only way they have is. Give the ball and counterattack. So we have to shoot. We have to shoot. Ambrose Martin a végén mondta a lényeget, gyakorlatilag a Larviknak egyetlen esélye van a gólszerzésre, labdaszerzésből indulás, Kovacsics lövését fogta meg Legánger, az a baj, Legánger védési statisztikáját jelentősen feljavította a magyar csapat, 23-27, gyakorlatilag 9 perce nem született magyar gól. Hát nem tudom, hogy mások hogy vannak ezzel, de az én szívem kicsit fáj azért, hogy nem lesz ebből egy nagy gólkülönbségű siker. Amorimot és Görvicet továbbra is fogják, 4+2-es védekezés. Sós, Kovacsics, Lőkének, hopp, Szulland rálökte Lőkét a saját csapattársára, kap egy 2 percet érte. Ugye elfelejtettem mondani, hogy Szulandnak nem csak a csimpaszkódós, hanem az a lökős védekezése is ismert. Ott látjuk. Nora Mörknek ártott talán többet. Na most emberelőny is, 4,5 perc a végéig. Az emberfogás biztosan megszűnik. Amorim, Sós, odaadta Nora Mörk kezébe, én ezeket nem értem. Hammerzeng, Christiansen, Lunde 7-es. Négy perc, 10 másodperc, és feljöhet 3 góra az egyébként agyonvert Larvik. Ott láttuk Orbán lökését. Nora Mörk, a BL döntő visszavágóján a Veszprém arénában 4-ből 4 hetest lőtt be. Ez most nem Lunde! Igen fontos hárítás. De most már az ember elkezdett volna izgulni. Még ha tudta is Lunde, hogy mi jön, akkor sem lehetett könnyű feladat, mert nem volt ez rosszul helyezve. Amorim, Kovacsics, Bulatovics, Orbán nem megy be, Kovacsics, Görvic, és mellé megy ez is. Legánger hárított alig, hanem, de amit itt a végén az utolsó 10 percben a győri csapat csinál, az eléggé bosszantó. Görvic, ez nem annyira, ő megszerezte a labdát. Sorra mennek a labdák Legangerbe, hiába vannak meg a helyzetek, egyáltalán vannak, mert néha oda is ajándékozza a feketemezes csapat az ellenfélnek a labdát. Kovacsics, ez sem megy be!
Most már 11 perce nem lőtt gólt a győri csapat. És lassan kiegészül a Larvik. Edin. Hammerzeng. Rossz átadás Christiansennek. Még szerencsé, hogy a Larvik is segít. Talán valamifajta apró esélyt szimatoltak itt a vége felé, és elkezdtek kapkodni egyes helyzetekben. Megint a kettős emberfogás. Amorim Bulatovic. Orbán Bulatovic. Stange fogta. A cserék közül sem Sós, sem Korsós nem tudott hozzátenni a támadó játékhoz. Bulatovic 23-28, 12 perc után gólt szerez a győri csapat. És hát azért az mégiscsak döbbenetes, hogy egy magabiztos győzelem lesz vége ennek a mérkőzésnek, úgyhogy volt egy ilyen 12 perces szakasz is a győri játékában. Ez mutatja, hogy hatalmas a differencia a két csapat között. Edin még előtte, Sipso után. Szulant, Edin, Hammerzeng. Hammerzeng. Lőke kap 2 percet. Edinnel szemben követette el szabálytalanságot. Folytatják a lökdösődést barátságból. Ott a messzhúzás. Jó játékvezetői döntés. Hammerzeng. Szulán. Edin. Lunde. Nem hiába ünneplik, ez igen nagy védés volt. Ott hagyta a kapu első kapufa felé eső részét, és utána kellő pillanatban oda tolóajtózta magát. Bulatovic, Kovacsics, Orbán, Bulatovic. Kérdés, hogy lő-e még gólt a győri csapat? Lehet, hogy nem. Kovacsics ellépte. Edin, ő is ellépte. Hát ennyi technikai hibát, még utóbbiban kevésbé vagyok bizonyos, mint Kovacsics hibájában. Kovacsics, Szullant fogta meg. Görbic, ó, milyen gól a végére! 23-29, na ezért az a 12 perc szünet is megérte. Görbic Anita végül is 8 góllal fejezi be a meccset. A győri csapat pedig 6-tal nyer a Larvik otthonában. Úgyhogy az emlékezés mellett sikerült, ha nem is olyan nagyon nagy küzdelemben, de egy lépést tenni a könnyebb folytatás érdekében. Jobb csapat a Győr jelen pillanatban, mint a Larvik. Legalábbis nagyon úgy tűnik ez alapján, a mérkőzés alapján. Más kérdés, hogy koncentrációs problémák voltak ezen a találkozón, és a fontosabb meccseken a cserejátékosok jó játéka is kellene, itt pedig, ahogy láthattuk, az nem mindig volt meg. Ezen még csiszolni kell, de megvan az első győzelem a középdöntőben, és összesen 2 forduló után 3 pont, ez sem rossz. Larvik, Győr 23-29, köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra. Megszerezte első győzelmét a középdöntőben a győri Audi Eto KC, 29-23-ra győzött a Larvik otthonában. Egy elég érdekes mérkőzést láttunk, hiszen azért így ránézésre, bár ugye nagyon szép ez így kimondva, és ez a 6 gólos győzelem, de azért így ez a találkozó hát nem feltétlenül tükrözte legalábbis a játék színvonalában miképpen a tavalyi döntőt, azt, hogy mondjuk az előző idény két legjobb csapata játszott egymással. Hát nem, itt a második félidő az egy ilyen jó kis sörmeccs hangulatát idézte, ami a technikai hibákat illette.
És hát még Egri Viktor is itt beharangozta a győri győzelmet az első vagy a második fél idő közepén. Nem tévedett. Nem tévedett, de valójában ez csak és kizárólag a győri védekezésnek köszönhető, mert ami támadásba ment, hát az utolsó 15 percben 2 gólt lőtt a Győr, nem gondolom, hogy nagyon jól áll ennek a csapatnak. Igen, szemben láthatóan azért nem nagyon volt elképzelése a felzárkózás hogyanságára a Larviknak, mégis majdnem eljutott odáig, hogy bizony szorossá tette itt a végjátékot. Ez annak volt köszönhető, hogy a felállt fel ellen teljesen impotens játékot mutatott a Larvik, de megkönnyítettük a helyzetüket a technikai hibákkal, abban a gyors indításokat, amiket beszéltünk a fél időben, hogy ha azt elkerüli a Győr, akkor nem lehet szoros a meccs. Ha megnézzük a második fél idő góljainak, szerintem a 80%-át indításból kapta a Győr. Úgyhogy ez okozott problémát a győriek játékában. Én úgy gondolom, hogy összességében azért elégedettek lehetünk, mert ha a mérkőzés előtt valaki azt mondja, hogy 6-tal nyer a Győr, akkor ebbe belementünk volna. Óriási potenciál van még a játékban, tehát szerintem sokat tud fejlődni a győri csapat, és azért ez nagyon fontos volt, hogy az első két hely szinte biztos legyen, és legyen esély még a csoport győzelemre, hogy az elődöntőben a másik csoport másodikjával játszan a Győr. Mennyire kaptunk reális képet a Győrről? Szerintem a Larvikról reálisabbat kaptunk, azt gondolom. A Győrben tudjuk, hogy sokkal több van még, hiszen láttuk őket sokat jobban is játszani. A Larvikról viszont egy kicsit sokat gondoltunk, azt gondolom. Eljárt az idő egy picit a csapat felett, nem? Nem látom már őket egyáltalán annyira félelmetesnek. Azt még megtehetnék a kedvünkért, hogy a Budućnostot megverik. Igen, azt azért nehéz elképzelni egy Larvikról, hogy mondjuk pont nélkül végez egy csoportban, de ezt a játékot látva olyan nagyon sok lehetőség nem rejlik bennük. Igen, bár azért nem tudom, Attila majd kiavítán, azért tehát ebben, hogy a Larvik így játszott, ma ebben talán az is benne volt, hogy a Győr tudta, hogy mit kell csinálni a Larvik ellen, és így elég jól kifogta a szelet a vitorlájából egészen addig, amíg számított, mert aztán meg megmutatta azt is, hogy mit nem szabad csinálni ellenük, de hát akkor már tét nélkül volt. Ha arra kényszerítik a Larvikot, hogy felállt fel ellen kézilabdázzon, akkor végük. Ez bizonyított a Ljubljanai meccs, ahol csak 18 gólig jutottak. Most, hogyha a Győr egy picit jobban koncentrál, akkor most sem húztak volna fő 20 fölé. A rengeteg indítás góllal tudták ezt megoldani. Én úgy gondolom, hogy teljesen koncepció nélkülnek tűnt a játékuk, nem déltünk felfedezni semmilyen olyan taktikai elemet, figurát, ami arra utat van, hogy itt csapatjátékot játszanak. Egy-egybe megtámadták a falat, próbáltak kívülről lőni, ez megkönnyítette a védőknek a feladatát, úgyhogy... Meg hát azért a második fél időben egy picit talán javult is a győri csapat védekezése. Még a Győrről egy mondatot. Ugye azt most már tudjuk az elmúlt másfél év játékát látva, hogy a Győrnek gyakorlatilag önmaga a mérce. Önmagához képest azért ez a teljesítmény hát azért nem olyan volt, mint amit megszoktunk. Maradjuk annyiban, nem? Így van, és feltűnt az, hogy Szepesit nem tudják pótolni, tehát balszélről sajnos nem jöttek a gólok, rengeteget kihagytunk onnan, voltak rossz ejtések, rossz lövések, több játékostól is, nem csak egy játékos hibájából, és nekem azt tűnt fel, hogy amikor megfogták az Amarimot, arra egy ilyen klasszisokból álló csapat nem tudott semmilyen szinten reagálni, egyetlen egy leválasztást nem tettek, hogy szabadra játsszák az emberfogó játékost, tehát az Amarimot.